Köszöntöm a nézőket, letették esküjüket a képviselők, megválasztották az alpolgármestereket, és megalakultak a bizottságok. Első ülését tartott a Székesfehérvár közgyűlése. A mai köztérben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! A himnusszal kezdődött az új ciklus közgyűlésének alakuló ülése. Palos István, a helyi választási bizottság elnöke beszámolt a választási eredményekről, felsorolta a közgyűlés 21 tagját. Székesfehérvár megyei jogváros. Fejlődésnek előmozdítása érdekében. Fejlődésének előmozdítása érdekében. A közgyűlés képviselői letették esküjüket, és Cserpalkovics András polgármester is felesküdött arra, hogy Székesfehérvárért munkálkodik majd. A polgármester megtartotta a székfoglaló beszédét. Tisztelt alakuló közgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, kedves fehérváriak! Engedjék meg, hogy én is külön köszöntsem államtitkár urat, külön köszöntsem püspök urat, köszöntsem elnök urat, köszöntsem főjegyző urat, kormány megbízott urat, köszöntsem főkapitány urat, és engedjék meg, hogy külön megtiszteltetésnek tartsam, hogy itt van velünk, és külön köszöntsem altábornagy urat, hiszen most először, mióta ez a döntés megszületett, alakulhat meg úgy egy székesfehérvári közgyűlés, hogy a magyar katonák fővárosa a katonák főparancsnokával itt Székesfehérvár és Székesfehérváron székel. Nagyon megtisztelő számunkra, parancsnok úr, hogy itt van velünk ezen az ünnepi órán. Kedves fehérváriak! Amikor 9 évvel ezelőtt először állhattam itt polgármesterként, gondolataimat az évezredes múltba tekintéssel kezdtem. Csábító volna, hogy a mai napon is így tegyek, hiszen hazánkban, de még a világban is kevés város van, mely ilyen távlatokból meríthet erőt. Ám a mai napon a jövőről szeretnék szólni. Az elődök küzdelmeit, dicsőségét csak kiinduló pontként használva ahhoz, hogy a mai napon új fejezetet nyissunk az 1000 éves történetben. Székesfehérvár történetének ma induló új fejezete, ahogy egy demokráciában lennie kell, választással villad föl. Fehérváriak 10000-ei szabadon döntöttek arról, hogy kiknek a kezébe kerülhet a toll, melyel az új fejezetet írjuk. 21 ember kapott tollat a kezébe. 21 emberi a megtiszteltetés, hogy alázattal, tisztességgel szolgálja ezt a várost. Egyértelmű döntésükkel pedig a fehérváriak azt is kifejezték, hogy a pártpolitikai hazugságkampányokat, a közéleti csatákat és a közösséget romboló árokásást közös történelem könyvünk lábjegyzeteibe száműzik. A fehérváriak tehát továbbra is a stabil és békés fejlődés városában szeretnének élni. Tisztelt képviselőtársaim! 2 utál most előttünk. Dönthetünk úgy, hogy nem tiszteljük a békeszerető fehérváriak akaratát, lemásoljuk az országos politikai közbeszédet és folytatjuk a kampányt. Vagy dönthetünk úgy is, hogy igyekszünk továbbra is sziget maradni a háborgó óceánban. Sziget, ahol a hatalmat gyakorlók gesztusát nem a gyengeség jeleként értelmezik, ahol az ellenzéket is felemeli, ha elfogadja és viszonozza a gesztusokat. Sziget, ahol lehet valódi párbeszédet folytatni. Sziget, ahol a viták nem a rombolásról, hanem az építésről szólnak. Meggyőződésem, hogy csak ez az utóbbi a járható út. Csak ez visz előre, és ezt szeretnék a fehérváriak is. Nekünk pedig tiszteletben kell tartanunk a kívánságukat, mert ennek a testületnek, a polgármesternek, a városvezetésnek egyetlen ura lehet a fehérváriak akarata. Polgármesterként arra hívom minden képviselőtársamat, frakciókra és pártállásra való tekintet nélkül, hogy őrizzük közösen azt a békét, amely immár ritkaságnak számít mind a hazai, mind a nemzetközi közéleti térben. Dolgozzunk együtt olyan közös munkával, mely példamutató lehet a közösség, a következő generációk és az országos politika számára is. Tisztelt alakuló közgyűlés! Közös erőfeszítésekre lesz szükség, hiszen munkának és kihívásoknak nem vagyunk híján. Bár gazdaságunk a legerősebbek és legváltozatosabbak között van, több területen is nagyot kell lépjünk
ha fenn akarjuk tartani a jólétünk alapját biztosító konjunktúrát. Hosszú távú boldogulásunk a versenyképességünkön múlik. Ezért növelnünk kell a fehérvári intellektuális munkahelyek arányát, folytatni kell a bérfelzárkóztatást, és elő fogjuk segíteni, hogy a világ legkorszerűbb technológiái továbbra is városunkba érkezzenek. Az életünket nagyban megkönnyítő robotika és digitális fejlődés megállíthatatlan. Új szaktudást, új feladattípusokat jelent számos fehérvári munkáltató esetében, míg régi munkahelyeket feleslegessé tesz. Annak érdekében, hogy ne kiszolgáltatottjai, hanem haszonélvezői legyünk a negyedik ipari forradalomnak, széleskörű képzési programot indítunk. Ennek a ciklusnak a végére a székesfehérvári általános iskolákban lennie kell okos tanteremnek. És szeretnénk elérni azt is, hogy minden nagyobb fehérvári munkáltató csatlakozzon az Alba Innovár nyújtotta továbbképzési, felnőtt képzési lehetőségeihez is. Székesfehérváron minden magyar városnál erősebben kell támogassuk a kis- és középvállalkozásokat, mert a kreativitás, az egyéni vállalkozó szellem adja a rugalmas és dinamikus gazdaság alapját. Az 5 milliárd forintos kerettel hamarosan induló városi tőkealap reményeink szerint gyorsan bővítésre szorul majd. A fiatalabb generáció is bátran él majd a lehetőséggel, általuk pedig a Királyok Városa rövidesen betörhet a startupok világába is. Le kell szögezzük azonban, amikor nekigyürkőzünk egy új feladatnak, azt kizárólag felelős, takarékos gazdálkodással tehetjük meg. Ez a város egyszer már megszabadult a több milliárd forintos adósságok folytásából, és a vezetésünk alatt nem is eshet újra ezek csapdájába. Utódainkra stabil, tartalékokkal ellátott városi vagyont kell hagyjunk, biztos alapot teremtve a jövő városépítéséhez. Tisztelt alakuló közgyűlés! Székesfehérvárnak, a jövő városának kell lennie, ha további 1000 éven át szeretne biztosan állni Európa szívében. A jövő városa pedig okos város, vagy ahol talán jobban hangzik és igazabb is, az észszerűség városa. A smart megoldások közösségünk életének minden területén új szintre emelhetnek minket. Közéleti fórumainkra immár nem csak kisétálunk, hanem kezünkben is tartjuk őket. Az online fogadóórák intézménye és a 2020-ban induló városapplikáció Fehérvár demokráciájának és városüzemeltetésének is új horizontokat nyit. A közlekedésben is eljött a zéró emisszió és a közösségi megoldások kora. Sok kilométernyi kerékpárút építése, elektromos és gázüzemi buszflotta felállítása, közösségi kerékpárhálózat, okos parkolási rendszer és az intermodális csomópont felépítése vár ránk. Valódi okosvárossá azonban csak akkor válhatunk, ha a közösségünk is naprakész, nyitott és képes tudatosan élni a technológia adta lehetőségekkel. Épp ezért a középiskolai kampusz jövőre induló építését ebben a szellemben kezdjük el, támogatva az intézmény fenntartó, azaz az állam törekvéseit arra, hogy minden fehérvári iskola kifogástalanul, 21. századi környezetben és eszközökkel működhessen. Azonban a csúcstechnológia nem lehet a legújabb generációk monopóliuma. Annak érdekében, hogy az idősebb generációhoz tartozók is élvezhessék ennek az előnyeit, digitális képzési programot indítunk, amely programba közösségi munka keretében szeretnénk bevonni külön a fiatalokat is, mert ebben a városban a nemzedékek együtt, egymásért kell dolgozniuk. Miközben a jövő megoldásait kutatjuk és alkalmazzuk, nem téveszthetjük azonban szem elől a hagyományos városvezetési területeket sem, hiszen a klasszikus önkormányzati munkán nagyban múlik polgáraink jóléte és biztonsága. Egy városban akkor jó élni, ha épített környezetünk méltó a város múltjához, méltó a polgárainak elvárásaihoz. Folytatjuk a történelmi belváros teljes rehabilitációját, hiszen vár még minket többek között a Szent István tér, a Kossuth utca, vagy éppen a Városháza felújítása. Az előttünk álló emlékévre helyre fogjuk állítani az Aranybulla és a Millenniumi emlékmű környezetét, és újabb zöld, közösségi oázist hozunk létre
a Palota városi tavaknál. Tisztelt fehérváriak! Természetesen nem feledkezünk meg a városi rendelőintézetek felújításának folytatásáról sem, míg az állami egészségügy, tehát a kórház fejlesztésének következő üteméért, a kórházban elérhető diagnosztikai és gyógyító szolgáltatások bővítéséért minden erőmmel, erőnkkel küzdeni fogunk. Annak érdekében pedig, hogy a modern egészségügy sarokkövének számító prevenció minden fehérvári számára elérhető legyen, egy kompakt diagnosztikai és szűrőautóbuszt akarunk rendszerbe állítani, amely a városrészről városrészre járva segíti majd, hogy minden polgárunk szó szerint a szomszédjában érhesse el a megelőzés segítő orvosi eszközöket. Gondoskodni fogunk arról is, hogy folytatódjanak a város közműveinek és utcáinak felújításai, elindítjuk a déli összekötő építését, és lankadatlanul fogunk harcolni az önkormányzat hatáskörén kívül eső, de a város számára nélkülözhetetlen infrastruktúra, mint az Osan körforgalom, a 4. autópálya lehajtó és a 81-es út meg- és átépítéséért. Mindezek mellett láttunk el azonban azt is, hogy városunknak más, kézzel kevésbé megfogható építőkövei is vannak. A legjobb infrastruktúra sem ér sokat, ha a közösség, mely azt használja, nem viszonyul szeretettel, lokálpatriótaként a városához. Az elmúlt évek sikere nyomán továbbra is megtartjuk Székesfehérvárt élettel és mosolyakkal teli, kulturális és sportfellegvárként, ahol nem csak élünk a városban, hanem meg is éljük azt. Tisztelt közgyűlés, kedves vendégeim! Ha alaposabban megvizsgáljuk a történelmünket, láthatjuk, minden nemzedéknek megvolt a maga nagy generációs kihívása. Egykor az ipari forradalom, később a nemzetek és ideológiák összecsapása, majd a demokráciáért való küzdelem jelentette ezt a generációs kihívást. Itt, Székesfehérváron mindegyik világméretű folyamatnak megvolt a maga lokális lecsapódása is. 2019-re megérkezett az újabb kihívás. Az új történelmi feladat, mely egész világunk előtt tornyosul, és amely a mi közösségünket is új feladat elé állítja. A környezetünk, ökoszisztémánk védelme ez a feladat. Talán soha nem volt ekkora nyomás az emberiségen azért, hogy közösen cselekedjen, és mégis azt hallhatjuk, hogy nagy nemzetközi tárgyaló termekben nálunk sokkal erősebbek bicskája törik bele a feladatba. Amit viszont ők képtelenek megtenni, mi már el is kezdtük. Az ország egyik legnagyobb rehabilitációs erőfeszítésével megmentettük a Sóstót, és a lendületünk a következő években sem fog megtörténni. 110 hektárnyi erdő telepítésével adunk városunknak tiszta lélegzetet. Létrehozzuk a város virágos kertjét, és a már megszokott ütemben folytatjuk a zöld területek bővítését és a faültetési programot a város belterületén. A globális klímavédelmi erőfeszítésben nem a retorika, hanem tettek közössége leszünk. Vége láthatatlan ideológiai viták helyett a szakemberek jelölik ki a cselekvésünk irányát. A fiatalokat lendületétől nem megrettenünk, nem próbáljuk őket visszaszorítani, ellenkezőleg. Székesfehérváron a környezetvédelmi munka, a szemléletformálás élére állítjuk őket, hiszen ők öröklik városunkat, ők öröklik környezetünket. Polgármesterként az a feladatom, közgyűlésként az a közös feladatunk, hogy a legújabb nemzedék ne problémákat, hanem folyamatban lévő megoldásokat és élhető zöld várost örököljön tőlünk. Tudom, hogy a fiatalok készen állnak felelősséget vállalni, készen állnak a közös munkára. Bízom benne, hogy képesek leszünk a közös környezetvédelmi erőfeszítésre, és nem rettent meg minket sem a szemléletformálás kihívása, sem a komfortzónánk elhagyása. Tisztelt közgyűlés! 30 évvel ezelőtt kiáltották ki a köztársaságot. Sokan ebből az évfordulóból aktuál politikai üzenetet próbálnak levezetni, én nem ezért szeretném ezt említeni. Gondoljuk át, hogy mi is a köztársaság lényege. Valójában nem az, hogy egy vagy több ember áll az ország élén, és nem is az, hogy örökségül kapják-e az ország vezetését. A köztársaság lényege a részvétel.
az, hogy a polgárok magukénak érezzék a közösség ünnepeit és hétköznapjait, magukénak érezzék a közösség ügyeinek előmozdítását. A köztársaság tehát az építésről szól, a közös építésről. Itt, Székesfehérváron azt hiszem büszkén mondhatom, jól állunk ezen a téren is. Emlékezzünk csak a fiatalok tegnap előtti előadására, vagy éppen az elmúlt évek nagy és kisebb közösségi akcióira. Soha ennyi megkeresést nem kaptam városunk polgáraitól önkéntes munkára, mint az elmúlt egy évben. Napról napra egyre többen érdeklődnek a város, a közösség ügyei iránt, mind a közösségi médiában, mind pedig személyesen. Semmilyen történelmi, gazdasági vagy infrastruktúrális erőforrás nem vetekedhet a közösség cselekvési erejével, és ehhez az erőhöz egyre nagyobb számban akarnak hozzájárulni a fehérváriak. Büszke vagyok Fehérvárra, hiszen valóban közösen, százezren egy csapatban tudunk magasabb szintre lépni. Arra a szintre, mely városunk történelmének új fejezetét jelenti. Tisztelt fehérváriak! Köszönöm, hogy kezünkbe adták a tollat, és amiért akaratukkal, ötleteikkel és tisztánlátásukkal mindig sorvezetőként szolgálnak számunkra. A következő évek során is számítok önökre arra, hogy bölcsességükkel, kritikájukkal, városunkat szeretve segítenek irányítani és építeni közös otthonunkat. És tisztelt képviselőtársaim! Kezünkben tehát a toll, amivel a városunk történelmének következő fejezeteit írjuk. A következő 5 évben pedig gondoskodnunk kell arról, hogy ez a toll sose száradjon ki. Számítok arra, hogy az önöket bizalmukkal felruházó fehérváriakat mindig önzetlenül képviselik majd. Számítok arra, hogy vitáikkal, új ötletükkel egymás felé mindig nyitottan tápláljuk majd közös történetünk tollát. Végül pedig mottóként az előttünk álló feladathoz idézném polgármester elődöm Drucker József éves jelentésének záró mondatát a tegnapból, hiszen 1869-ből. Adja az ég, hogy a béke s egyetértés, melyre annyira szükségünk van, köztünk is minél tartósabb maradásra telepedjék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó és eredményes közös munkát kívánok! Cserpalkovics András látja majd el a kulturális feladatokat. Titkos szavazással egyhangulag megválasztották a képviselők az alpolgármestereket. Róth Péter alpolgármester a továbbiakban is általános helyettese marad a polgármesternek. A társadalmi kapcsolatokért lesz felelős, de új feladatokkal is gazdagodott. Hogyan képzeli el alpolgármesteri teendőjének a folytatását a következő 5 éves ciklusban? Nagy remény az, hogy 21 fő, tehát a teljes testület egy irányba döntött a mai nap folyamán, minden tisztségviselő megválasztásánál, minden bizottság felállításánál. Azt gondolom, hogy ez egy új stílus nyitánya lehet Székesfehérvár politikai életében. Köszönöm a képviselőtársaimnak a bizalmat, és köszönöm polgármester úrnak, hogy ismét jelölt az alpolgármesteri tisztségre. Nyilván most a következő évben más, bővebb lesz a feladatunk, hiszen csak 3-an leszünk. Polgármester úr magának is fenntart olyan feladatokat, amit korábban a polgármester látott el. Kicsit megkért arra a polgármester úr, hogy segítsem a közvetlen munkáját. Ő úgy mondta, hogy ez egyfajta ilyen kancellária jelleggel támogassam a közvetlen környezetét, a közvetlen munkáját. És nyilván mindazt, amit eddig végeztem a társadalmi kapcsolatok területén, azt a továbbiakban is szeretném ellátni hasonló módon, mint eddig. Megbízott még a polgármester a közbiztonsággal kapcsolatos ügyek vitelével. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos terület, itt nagyon komoly előrelépések voltak az elmúlt években, és szeretnénk ezt a jó eredményt fenntartani a következőkben is. A polgármester azt, hogy nagyon komoly feladatot végzett a rendezvények területén, az ő korábbi feladatai közül ezt én fogom ellátni a következőkben. Mészáros Attila alpolgármester is folytatja az előző ciklust, tovább viszi a fejlesztéseket, de bővült a feladatköre az oktatás, az egészségügy, a szociális és sport területével, illetve az ifjúsági kérdésekkel is. Újabb 5 évre a polgármesteri feladatokat fog ellátni. Változott is valamennyit azért ez a kör, amiben képviselni fogja a Székesfehérvárt. Mik a tervek az elkövetkezendő 5 évre vonatkozóan?
Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott az elmúlt években is a polgármester és képviselői munkámban. Külön köszönöm a polgármester úrnak a bizalmat és a jelölést, hogy a mai napon a képviselők aztán egyhangú döntéssel döntettek arról, hogy a következő évben is képviselőség mellett a polgármesterként is segítsem a nemzettörténelmi fővárosának további fejlődését, ami óriási megtiszteltetés, és nagyon bízom benne, hogy a következő évben is ennek a bizalomnak meg tudok majd felelni. Valóban bővült azok a szakterületek, amelyek a polgármesterként hozzám tartoznak. Az eddigi kiemelt beruházások, sport és ifjúság mellett gyakorlatilag a humán területek jelentős része hozzám került, egészségügy, szociális terület, oktatás, és hát ami fontos a tekintetben, amit polgármester is kiemelt a beszédében, hogy a város közösségében az önkéntesség egyre inkább előtérbe kerül, úgyhogy szeretnénk egy komoly önkéntes rendszert kiépíteni a városban. És hát emellett nagy falatként a városüzemeltetés és a közlekedés is a portfóliómba került, úgyhogy azt gondolom, hogy unatkozása nem lesz szok a következő 5 évben. Természetesen minden együttműködő partnerre számítok, akivel az elmúlt években is együtt dolgoztunk. Azt gondolom, hogy nagyon komoly háttér segítség nekünk a hivatal munkatársai, akik komoly szakmai tudást biztosítanak majd a munkánkhoz, és hát nagyon bízom benne, hogy a mai napon is minden egyhangú döntéssel született, ugye a következő években is, akár a fejlesztések, akár bizonyos döntések minden hasonló terben megy majd, és a nyugodt építkezés, további építkezési időszaka lesz a következő 5 év. A gazdasági területekkel kapcsolatos feladatokat külsős alpolgármesterként Lerner Zsolt látja el. Az alpolgármester feladatkörébe tartozik a város gazdasági kapcsolatainak, gazdasági társaságainak a működtetése és az Európai Uniós források felhasználásának stratégiája, a topos pályázatok felügyelete és a klímavédelem ügye is. Külsős alpolgármesterként vesz részt majd a közgyűlésnek a munkájában az 5 éves, a következő 5 éves ciklusban. Mit lehet tudni önről? Én Lerner Zsoltnak hívnak, 50 éves vagyok, palotavárosi, és a bankszférából érkeztem. 21 éve a KNTH Banknál dolgoztam, illetve dolgozom még jelenleg pár hétig. Szeretem a jelenlegi munkahelyemet, de még nagyobb kihívásnak, és még inkább, mint lokálpatriótaként nagyon várom az új feladatokat, kihívásokat. Hogyha így a jövőbe tekintünk, és a következő 5 évre gondolunk, akkor mit gondol, milyen feladatokkal kell majd szembenéznie? Ezt polgármester úr mondta, milyen feladatokkal. Hát ugye itt sok feladatom lesz. Én leginkább azt szeretném inkább kívánni meg majd célul kitűzni, hogy a beruházások lebonyolítása, ezek mind úgymond botránymentesek legyenek, tisztán zajlanak, és hogy gazdagodjon a város továbbra is. Mi egy nagyon jó városban élünk, nagyon jó gazdasággal rendelkező várossal, és ezzel élni kell, élni lehet. Felvázolta a közgyűlésben, hogy milyen is az 5 éves ciklusnak a program tervezete. Mik a legfontosabb elemek, mi az, amit kiemelne a hallgatóság számára? Megtartottam a alakuló közgyűlését, Székesfehérvár megyei jogú város képviselőtestülete. Az alakuló közgyűlés azt gondolom, hogy tényleg ünnepélyessé és méltóságteljessé vált. Mindenki így állt hozzá, amit ezúton is szeretnék valamennyi képviselőtársamnak megköszönni. Azt gondolom fontos ez, hiszen lezárult egy választási időszak, lezárult egy kampány. A fehérvári emberek egy demokratikus választás adta keretek között döntöttek, és 21-ünknek adták azt a megtisztelő feladatot, hogy dolgozzunk, értük, szolgálatként, alázatként felfogva ezt a munkát, viszont ez együttműködési kényszert is róránk. Én azt gondolom, hogy a fehérváriak nem háborúskodást, nem pártoskodást, hanem nagyon is közös munkát várnak el tőlünk. Szerintem ez az alakuló közgyűlés, ez mindenképpen ez egy nagyon jó alapot adott, hiszen azért a mai politikai klímában az, hogy mondjuk az alpolgármestereket valamennyi képviselő megszavazza és támogassa, hogy így tudjuk elindítani a tanácsnoki vagy a bizottsági struktúrát, azt gondolom, hogy igenis azt érdemes egy pillanatra kihangsúlyozni, érdemes minden képviselőtársamnak megköszönni. Azért is fontos volt ez a mai nap, hiszen ilyenkor az eskütételek ünnepélyes pillanatai után a polgármesternek van lehetősége arra, hogy elmondja, hogy milyen gondolatokkal indítja a munkát, mire kérte a felhatalmazást a fehérváriaktól, és mit szeretnénk a következő években megvalósítani. Részben ebben a ciklusban, részben olyan dolgokat elindítani, amelyek aztán akár ciklusokon keresztül is átívelő módon szolgálják ezt a várost. Kitértünk minden területre ebben, kitértem én magam is a székfoglaló beszédemben,
akár az oktatásra, a közlekedésre, kultúrára, sportra, hangsúlyozottan a környezetvédelem, klímavédelem kérdéseire, mind egy új és azt gondolom a következő éveket meghatározó feladatra, az ifjúság kérdéseire, az önkéntesség kérdéseire, de talán amit így röviden összefoglalva a legfontosabbnak tartok, az mindig a közösségi erő, és abban, és ezért fontos, hogy mi jó értelmevet példát tudjuk mutatni, hogy képesek vagyunk együttműködni, mert ezt kérhetjük azt gondolom a fehérváriaktól is. 100 000 ember egy csapatban, és hogyha jól csináljuk, akkor a közös otthonunk gyarapszik, a közös otthonunk fejlődik, a közös otthonunk válik minden területen egy magasabb szintet biztosítani képes várossá a mi közös otthonunké, a otthonunká, amit szeretünk, amit tisztelünk, és amit lokálpatriótaként szolgálunk. Mit gondol az ellenzék a következő ciklusról? Mindig az együttműködés és a városért végzett munka felelősségének érzetével kezdjük meg a munkát. A város egyharmada szavazott Székesfehérváron egy másik fejlődési irányra. Ez ma a kisebbségben maradt Székesfehérváron, de még egyszer mondom, mi a kampányban végig úgy éreztük, hogy főleg a diagnosztikai központ, a közlekedés, az oktatási intézményeink, a fehérvári gyerekek jövőjébe végzett beruházásnak jóval nagyobb támogatottsága van, mint a város egyharmada, és sok esetben tényleg azt tapasztaltuk, hogy még a Fidesz szimpatizánsok is azt mondták, hogy Roland, hát ez nagyon jó ötlet, ezt meg kéne csinálni, próbáljanak erre ezügyben dűlőre jutni a többséggel. Úgyhogy ez a szándék vezet bennünket, hogy rengeteget dolgoztunk az Egyesült Ellenzéki Székesfehérváron, hogy alapos városfejlesztési víziókat építsünk fel, és megpróbáljuk ebben a ciklusban meggyőzni a többséget, hogy igenis ezek az elképzeléseink, ezek támogatásra érdemesek. A mai alakuló közgyűlésen rengeteg egyhangú döntés született még személyi kérdésekben is. Én bízom benne, hogy ez a együtt gondolkodás, ez a következő hónapokban is jellemezni fogja a város közgyűlési munkáját. Megalakult a Fidesz frakció, amelynek vezetője Molnár Tamás lett. A közgyűlés egyhangú döntéssel 13 tanácsnokot választott a képviselők közül. A család és nemzetpolitikai ügyekkel kapcsolatos feladatokért Deák Lajosné, míg az egészségügyel, sporttal és a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat Östör Anna Mária látja el. A generációk közötti együttműködéssel kapcsolatos feladatokat Kovács Zsoltné viszi, míg a kulturális ügyek parancsnoka Brájer Éva lesz. A költségvetési ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátására Horváth Miklósné kapott felkérést, a környezetvédelmi és civil ügyeket Molnár Tamás viszi a következő 5 évben. Közbiztonsági tanácsnoknak Viza Attillát, szociális tanácsnoknak DNS-né Fluk Györgyit választották. A terület és településfejlesztési operatív program forrásaival és a közvetlen Európai Uniós támogatások megszerzésével kapcsolatos feladatokat Márton Roland látja el a jövőben. A történelmi belváros funkcióinak összehangolására Szabó Bakos Györgyné kapott felhatalmazást. A városfejlesztési ügyek tanácsnoka Juhász László, míg a vagyongazdálkodási tanácsnok Rácné Földi Judit lett. A zárt kertekkel, külterületi lakott helyekkel kapcsolatos feladatokat Cigli István látja el tanácsnokként a jövőben. Az elkövetkező időszakban 4 szakbizottság segíti majd a közgyűlés munkáját, a Humán Közszolgálati Szakbizottságot Földi Zoltán vezeti, a Pénzügyi Költségvetési Jogi Bizottság elnöke Farkas László lesz, a Stratégiai Fejlesztési Bizottság vezetésével Molnár Tamás önkormányzati képviselőt bízták meg, a városrészekkel, választókerületekkel foglalkozó Városüzemeltetési Szakbizottság Horváth Miklós Csaba vezetésével látja el feladatát. A bizottságok külső szakértői helyeiről a következő hetekben folytatnak majd tárgyalásokat. A megalakult közgyűlés következő ülése várhatóan november 7-én lesz. Kedves nézőink, a mai köztérben Székesfehérvár közgyűlésének alakuló üléséről láthattak és hallhattak egy összefoglalót. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!